tetszett ez az intro? Egy kis BTS neked? Mindezt az iPhone 16 Pro-val forgattam, kivéve a Brooklyn Bridge-es jelenetet, ami az amerikai utam során készült, ahol külön B-rollt készítettem. Ha még nem láttad, mindenképp nézd meg. Csapjunk is bele, és derítsük ki, hogy mit is tud az iPhone 16 Pro kamerája, és hogy megéri-e megvenni, vagy akár lecserélni a profi kamerádat. Vágjunk bele, de azért, hogyha tetszett az intro az elején, akkor nyomd kérlek egy lájkot. Szóval, ha valamiért lemaradtál az idei újdonságokról, jöjjön egy kis összefoglaló a kamera részéről, ugye az iPhone-nak. Ugyanaz a 48 megapixeles szenzor van a wide oldalon, de az ultrawide is 48 megapixel lett, és makrót is tud, abban így jobb részletességet és rossz fényviszonyok mellett is jobb eredményt biztosít. A Pro pedig megkapta a tavalyi Pro Max 5X-es teleobjektívét, de az amúgy maradt csupán 12 megapixel, ugyanúgy, mint az előlapi kamera. Számomra azért ez csalódás, mert ha ez is benne lenne, akkor már jobban lenne instant feelingem, de így, mindegy, ez van. És sose hittem volna, hogy ezt mondom, de kaptunk egy új fizikai gombot, és nem is akármilyet, hanem egy olyat, amit kamera kontrollnak hívnak, és új szintre emelheti azt, ahogy a fotózás és videózás közben állítgatod a dolgokat. Ez egy nyomásérzékeny gomb, zafír kristályból készült, és gyönyörűen illeszkedik a rozsdamentes acél, ugye titán házhoz. Az érzékelője tényleg brutál pontos, és konkrétan a profi DSLR és Miltz kamerák exponáló gombjának az érzését szimulálja. És tényleg! De ez nem csak egy érintésérzékeny gomb kvázi, hanem az Apple első olyan gombja, amely reagál is a különböző érintési gesztusokra, konkrétan felismerve a különböző interakciókat, mint például kattintások, vagy csúsztatások, vagy simítások, amik által beállíthatod a különböző paramétereket. Gondolhatod, mennyire kíváncsi voltam rá, mennyire érdekelt, hogy élvezem-e majd használni, mennyire lesz természetes, és spoiler, elsőre egyáltalán nem tűnt természetesnek. De miután egy kis ideig játszottam vele, minden csak simán úgy klikkelt. Érted? Klikkelt. Még azt is merném mondani, hogy nincs is olyan igazi tanulási görbéje, mert egy rövid használat után simán belejössz, és kb. Minden természetes egy ilyen új gyakorlatként jön, és ez alapján kimerem jelenteni azt, hogy ez egy elég király és nagy áttörés lehet, mármint úgy értem, hogy ugyanúgy, mint ahogy a DSLR és Miltz kamerádon állítasz be dolgokat, és már gondolkoznod sem kell, ez is konkrétan olyan, sőt, akár még kényelmesebb, ha ez egyáltalán lehetséges. Szóval, mielőtt a képminőségről és más fontos dolgokról beszélnénk, ez önmagában is ad egy instant get feelinget, talán. Szóval, érdekes és egyben nehéz kérdés, hogy önmagában csak ez a funkció elég ok lehet-e néhány ember számára, hogy váltson. Te mit gondolsz? Kipróbáltad amúgy már, és mi a véleményed? Kérlek, oszd meg a komment szekcióban, hogyha kipróbáltad, vagy mit gondolsz róla, elég-e ez a váltásra. De egy gomb és nagyszerű felhasználói élmény mit sem ér a magas minőségű fotók és videók nélkül, nem de bár? Mindjárt rá is térünk erre, de mielőtt belevágnánk. Úgy gondolom, hogy néhány éve, mondjuk az iPhone 13-as vonal óta, annyira szerencsések vagyunk, hogy ilyen fejlett technológia van a kezünkben. Persze minden évben kapunk valami frissítést, mint például idén a jobb szenzorok, a 120 fps, nagyobb megapixel, log felvételek, és így tovább, de véleményem szerint ezek eltörpülnek ahhoz képest, ami már pár éve van. Például vegyük az Apple keynote-okat. Minden iPhone-nal lett felvéve, de hollywoodi szintű világítással, felszereléssel és csapatokkal. A lényeg, hogy tartsd észben, tartsd szem előtt, hogy sokkal inkább attól függ a végeredmény, hogy milyen kiegészítőket használsz az iPhone-hoz. És talán nem túl nagy meglepetés, hogy ezt az egész videót is iPhone-nal veszem fel, és nem a 3 milliós Sony A7S3-as setupommal. De van egy profi szintű Amaran fényem, softboxal és plusz élfényekkel, és egy 360 ezres Sennheiser MKH416 mikrofont használok, és alig látni különbséget szerintem.
de hogy össze tud hasonlítani, itt egy másik videót bevágok a Sony A7S3-mal. Na most, hogy ezt jól kiveséztük, nézzük meg, hogy mit is tud az iPhone 16 Pro kamerája, de egy kis játékkal megspékelve. Mutatok fotókat és videókat mind a Sony A7S3-mal készítve, mind az iPhone 16 Pro-val. Találd ki, melyik, és írd le a kommentekbe a videó vége előtt, mert ott fogom majd elmondani az eredményeket. Kezdjük az idei nagy újítással. 120 fps 4K-ban. Itt van egy lassított felvétel. Találd ki, melyik. Csak geekeknek itt van egy 240 fps Full HD felvétel is, mind az iPhone-ból, mind a Sony A7S3-ból. Mit gondolsz? Szerintem mindkettő teljesen jó. Ha lehetne egy kívánságom, akkor azt mondanám, hogy király lenne, ha Full HD-ben 480 fps kapnánk, mivel a 240 fps már az iPhone Pro-ban volt a 13-as óta. Csak képzeld el, ha Final Cut-ban Super Slow-mód használnál, vagy Optical Flow-val 50%-os lassítással 960 fps-t kapnál. Nekem hatalmas ugrás lenne, és talán végre nem kellene gyűjtögetnem egy olyanra, mint a Freefly vagy a Kronos-szerű slow-mo kamera, ami 7000 dollár. Ráadásul rögzíthetsz 4K 120 fps-ben ProRes formátumban és logban külső Winchesterre. De kellene egy tömörített kodek, ami azért kíméletesebb a tárhelyjel. Ha te is beleástod magad a témába, valószínű, hogy nem a gyári appot használod, hanem például a Blackmagic kamerát. Itt egy titkos pro tip, hogy konkrétan van lehetőséget logot használni, rögzíteni H265-ben, de szerintem az túl tömörített lesz a Blackmagicben, különösen egy milchez képest. A sima videófelvételek szerintem hasonlóan néznek ki, vedd csak ezt a Talking Head-et példának, de itt van egy gyors összehasonlítás az ultraszéles, széles és teleobjektív használatával normál és cinematikus videómódban, mind a kettőben. Ugye említettem, hogy nem csak a kameráról szól a jó eredmény elérése, hanem egyéb felszerelésekről is, mint például a mikrofonok. Mégis, ezen a téren az iPhone Pro idén 4 új mikrofonnal érkezett, alacsonyabb zajszinttel és szélzajcsökkentéssel is, és még Spatial Audio-t is rögzít. De ami egy elég különleges funkciója, az az Audio Mixing, ahol kiválaszthatod, hogyan szeretnéd elkülöníteni a hangot. Alapvetően 3 különböző hangopció közül választhatsz a videóban. InFrame, Studio és Cinematic. Most megnézzük, hogy milyen a hangja az iPhone-nak, a 14-esnek, az új 16 Pro-nak a Spatial Audio és az Audio Mixinger. És a gyári beépített Sony A7S3-at nézzük. Hogy nézek ki? Minden rendben van, benne vagy a képben. És ha már itt tartunk, el kell mondanom, hogy ahogy használgatom, tényleg sokkal könnyebb volt az iPhone-nal rögzíteni a kamerakontroll használatával. Hogy csak néhány példát mondjak, amik nekem bejönnek. Kattintással megnyitni a kamera appot. Kettős kattintással azonnali fénykép készítése. Videómódban kattints és el tudod indítani a felvétel készítését. Kis nyomással olyan vezérlők megnyitása, mint például a Zoom. Kettős kis megnyomással választhatsz egy másik kamera beállítást, majd csúsztatással állíthatod azt. Most pedig beszéljünk a fotózás részéről, hiszen az idei nagy újdonság a Photographic Style-ok, amik nem csak könnyedén finom hangolhatóak, de az Apple azt állítja, hogy teljesen kihagyhatod az utómunkát és színkorrekciót, azért az erős állítás. Az első dolog, amit meg kell említenem, hogy az A18 Pro erejével az adott stílusokat élő előnézetben láthatod, így lehetővé téve, hogy már amiközben készíted, beállítsd a kívánt megjelenést, és még jobb bőrszínt tudjál renderelni, de természetesen utólag is bármit megváltoztathatsz. Na de, visszatérve a kis játékunkhoz, itt van egy normál fotó és egy Picture Style nélkül készített mind az iPhone-nal és a Sony A7S3-ról. Először egy portré. Itt van. Most pedig egy tájkép, vagy városkép, ha úgy tetszik. Mit gondolsz eddig?
elegek ezek a funkciók ahhoz, hogy válts? Például önmagában a kamerakontroll, vagy hogy látod, jobban néznek ki a fotók és videók? Kérlek, írd meg a véleményed a komment szekcióban. Amire még nagyon ráizgultam, hogy bemutassam és kipróbáljam, és átadjam az élményeket nektek, az az AI fotó funkciók, amiket ugye az Apple Intelligence szolgáltat, de sajnos nem csak, hogy még egyáltalán nem elérhető, hanem még ha elérhető is lenne, Európában nem lesz elérhető. Szóval lehet, hogy még több mint egy évet kell erre várnunk, ami akár azt is jelentheti, hogyha olyan dolgok, mint az object removal, ugye a dolgoknak az eltávolítása a képből valamilyen részek, és más AI menőségek keltették fel az érdeklődésed, vagy benned a vágyat, hogy válts, akkor lehet, hogy érdemes megvárni a 17-es sorozatot, és reménykedni, hogy addigra a szoftver rész is elérhető lesz Európában. De addig is van egy fontos dolog, amit figyelembe kell venned. De mielőtt elmondanám, hogy mi az, hadd köszönjem meg, hogy megnézted a videót az új iPhone 16 Pro kamerarendszeréről, és remélem, hogy hasznosnak találtad, és talán valami pluszt is kaptál, amit más reviewk nem mutattak be. Ha igen, mutasd meg kérlek egy lájkkal, iratkozz fel a csengővel együtt, mert rengeteg tartalmam jön még, szerintem tetszeni fognak ilyen témában, és ha még nem láttad az iPhone 16 Pro unboxingomat, első benyomású videómat és a review-mat, akkor mindenképpen nézd meg, ide kattintva. Ja, és az a fontos dolog, amit említettem. Lehet, hogy inkább a világítási beállításokra és mikrofonokra érdemes költened és fejlesztened. Ehhez is készítettem egy elég részletes videót konkrétan arról, hogy hogyan választ ki a stúdió fényeidet, és hogyan és miért tudnak hatalmas különbséget hozni a végeredményben.